A szlovákiai katolikus Caritas Dunaszerdei csoportja több mint 3000 kg tartós élelmiszert, tisztálkodási és tisztítószer gyűjtött össze a Tesco-ban a rászoruló családoknak. Az élelmiszerfélékből főleg liszt, étolaj, rizs, tej és cukor gyűlt össze a legnagyobb mennyiségben. Az adományok egyharmadát a Nagyszombati Egyházmegye saját intézményeinek, egyharmadát a Szent György lovagrend tagjai 100 dunaszerdei járásbeli családnak, a fennmaradó egyharmadát pedig a Városi Caritas csoport mintegy 120 dunaszerdei családnak osztott szét. A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ idei színházi évadának darabjaként Carlo Goldoni komédiáját, a Mirandolina te drága címűt láthatta a dunaszerdahelyi közönség. A Kassai Tália Színház előadása Ferkai István átiratában még fordulatosabb lett, a szöveget pedig Mikó István rendezővel közösen fülbemászó dallamokkal ízesítették. A színházi évad folytatásaként a budapesti Bánfalvi stúdió január 19-én az Elvis Oltár Miami, avagy félmillió dollár gazdát keres című vígjátékot mutatja be. A DAC labdarúgó csapata a Fortuna Liga 19. fordulójában a tabella szomszéd aranyos marótiakat látta vendégül. A dunaszerdahelyiek közel 3800 néző előtt 1-0-ás győzelemmel zárták az őszt. A küzdelmes meccs a 25. percben dőlt el a DAC magyarországi játékosa Vida Krisztófer jó voltából. Városunk képviselője a 9. helyen zárta az őszi idényt. Utolsó 4 mérkőzésén 10 pontot szerzett. A két új lelátóval rendelkező DAC arénában eddig 100%-os a csapat mérlege. A DAC drukkerek sárga-kék görög tüzekkel búcsúztatták az évet. A Nyugat-Szlovákiai Képzőművészek Társasága tagjainak két évenként megrendezett tematikus Szalon 2016 kiállítását a társaság elnöke Almási Robert festőművész nyitotta meg. A Más táj című tárlatot Borbély Károly, győri festőművész, főiskolai docens méltatta. Az anyag a téma széles spektrumú művészeti kifejezését nyújtja, amelyben minden alkotó a rá jellemző módon jelenik meg. Realista művek mellett absztrakt alkotások, plasztikák, fotográfiák, klasszikus és számítógépes grafikák látható 2017. január 14-éig. A Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Sportgimnázium igazgatói kupájáért rendeztek futsaltornát a Városi Sportcsarnokban. A házigazda iskola csapatának ellenfelei Veszprém Pápa és Békés együttesei voltak. A hazaiak itthon tartották a kupát. A díjakat Horváth Zoltán alpolgármester társaságában Priskin Tamás, a kiváló magyar labdarúgó, a torna szponzora adta át. Fontosnak tartja a tornát, mert maga is megtapasztalhatta, hogy egy ilyen rendezvény mennyire segíti a fiatal tehetségek fejlődését. A dunaszerdahelyi Sportúj Sznami Klub első alkalommal szervezett városunkban rock and roll sporttánc versenyt. A Ilemnyicki utcai alapiskola tornatermében délelőtt profi edzők vezetésével közel 100 kezdő pozsonyi, gyetvai, iglói, somoriai és dunaszerdahelyi sporttáncos gyakorolta páros, valamint lány egyéni kategóriában a versenyszámokat, amelyeket délután mutattak be. Dunaszerdahelyről 25 versenyző indult, közülük a Gál Ádám Belkovics Bernadett páros megnyerte a kategóriáját. A rendezvény egy új sportág alapjait rakta le városunkban.